most megsokkolak, figyeld! A földkerekség legeslegokosabb újságja ez a családi lap. Ott a közepet állják. Sok okos magyar ember okosakat kérdez, már a saját szintjén, tehát annál lejjebb már. Csak ha a vakondok is érdeklődik. Az újság pedig népművelésileg válaszol. Idézem. Egyik megyénk okos lakója kérdezte. Figyeld, nem akartam a szememnek hinni, ötször olvastam el a roham előtt. Na figyeld, meg kell fogni, mert ez engem mindig magával ragadt. Megjelent nyomtatásban. Lehet-e nemi életet élni a kecskével? Ez volt benne. Lehet-e a kecskével? Ja. Kérdezte az a hátrányos helyzetű nagy magyar bunkó. Az. Lehet-e a kecskével? Mert ő most már válogat. Nem érdekes, jól élünk, fussa! Ebbe csak! Ma a kecske a kecskénél, nem számít! Hát ember ez! Hát olvasgattam, hogy lehet-e a kecskével. Hát mondom, pazar, illetve bizony. Lehet-e a kecskével. Cizmálja, édesanyám, hát milyen nehéz idők jönnek. Hát én már nem is bánnám, csak legalább ne jegyre, tudod? És azt kéri, lehet-e a kecskével? Hát nem tudok rá válaszolni, ilyen hirtelen, ugye? De mit kéne ilyenkor csinálni a tanács népművelési osztályán? Fölmérést. Szociálpolitikai, szexuálpolitikai, meg kecskepolitikai. És a kecske származását feltüntetni, mert akármelyik kecskével nem. Csak amelyik dolgos. Mi lehet-e? Ezt kérdi, lehet-e a kecskével? Hát könnyebben tudnék válaszolni, ha ismerném a feleségét, az biztos. Mi? Hát az asszonynak háta nincsen szarva, van olyan? Ez meg ilyen kapaszkodó típus, ilyen. Azt mondja, kerékpárversenyző, hogy nem tudná. Ja, és azt kérdi, lehet-e a kecskével? Hát igaz, hát... Ha miért? Ha miért? Nagyon van! Ha megszerették egymást. Gondolom, együtt dolgoztak. Talán még egy brigádba is. Ez kollektíva, ezt a kovácsolt ő. Mi lehet-e kecskével? Tudom, az ilyen ember miben spekulál, tudom én. Lakásért van minden. Hogy ugye a kormány elenged egy gyerek után mennyi pénzt? Na? 30, arról van szó. Kecske, meg ötöt kőkezik. Mivel a főutca templom, mi már megéri. Na, az újság mindjárt megírta a választ. Hadd mondjam, hogy elfelejtett. Szóval. Az újság mindjárt megírta a választ. Nem lehet. Hogy szabad ilyen? Durván válaszol. Az ilyen finom, érzelmileg gazdag, lelkileg cizellált ember. Ez finomabban kellene válaszolni, hogy kedves levélíró, itt tartom kezemben értékes sorait. Hát... A gondolattal próbáljon megbarátkozni. A kecskével szakítani. Nem politikai háttere miatt, nem, mert ugye önök között osztálykülönbség nincs. Mert mind a kettejük egyforma barom, úgyhogy önök. Hanem a kecskével objektíve, azért nem lehet, mert a kecske közben mindig így odébb megy a pontjában. Ez
már dugóna el, már dugóna már. Ja. Ja. Hát te kis különcöm. Én meg üzenem a levélírónak, innen a bolondok házából azt üzenem, hogy pajtás, ne csüggedj! Kecskét mindjárt el fogod felejteni, ahogy megismerkedsz a tehénnel, hidd el! Ég és föld, hidd el, ég és föld! Ugrásszerű fejlődés! A fölére, képzeld el!